Köszöntöm a Trió TV nézőit mai műsorunk tartalmából. Etnofolk forgatag, Karaván Familiával, Cimbali Benddel. Arató Fesztivál Bükön, kézikaszálással. Megválasztották Bükváros és a fesztivál borát. Horgászverseny Bükön. Ez a mai kínálatunk, kedves nézőink, tartsanak velünk! Július második hétvégéje megadta az alaphangot Bükk nyári programjaihoz. Hetedikén a hatodik Etnofolk forgatagra került sor. A Gyógyfürdőben a Kaláka Együttes és a Garagulya Gólyalábas komédiás kompánia szórakoztatta a fürdőzőket. A parkolóban felállított színpadon a Karaván Família, a Fonózenekar, a Cimbali Band és a Kerekes Band adott koncertet. Éjszakába húzódó forkol folyamat tömpölygött Bükkfürdőn pénteken. A július 7-i Etnofolk forgatag 6. alkalommal tárta fel az etnozene kiapadhatatlan kincses ládáját élénk és értő érdeklődés kíséretében. Ami egy kicsit a magyar népzenéhez, amit a kitélő nemzetiségeknek, a cigánytól a svábon át a horvátig ötvözi azt a zenés otthoniséget, ami a régi Magyarországot, meg a mai Magyarországot is jellemzi. És hát szerettük volna mi ezt megmutatni annó 6 évvel ezelőtt, és hát örülünk neki, hogy ez a rendezvény szépen tudott felfejlődni. Tehát a sörsátoros, sörházi feelingből kijöttünk egy kicsit egy kis minifesztiválra. Mi alapján válogatjátok össze, hogy melyik évben kik szerepeljenek, hogy milyen együtteseket hívtok? Hát... egy nagyon fogos kérdés ez. Igazából... elég sok ilyen zenét hallgatunk, és azt gondoljuk, akire úgy gondoljuk, hogy érdemes megmutatni, meg kell mutatni, mert vagy a saját nációjának, saját a nemzetiségének a zenét őrzi, vagy valamiért nagyon-nagyon jól ötvözi a magyar népzenét valami más stílussal. De minden éven van egy táncházi zenekar. A Karaván Família cigány vokális hagyományok nyomán alakította ki stílusát, amely a négy családtag, szülők és gyermekei közötti emberi és zenei harmóniára épül. Valójában mi már nagyon régóta zenélünk a szülők, tehát én és a feleségem, mi már nagyon régóta zenélünk, 25 éve legalább, de lehet, hogy több is. És hát a gyerekeink ugye ebben nőttek fel, hogy mindig jöttek velünk a koncertekre, a fellépésekre, próbákra, és annyira természetes volt nekik ez a közeg, a hangszerek, a tánc, a színpad, hogy egyszerűen belenőttek ebbe, és azt vettük észre, hogy tehetségük is van hozzá, ami azért nem mindegy. És elkezdtünk velük próbálni, amikor ők voltak ilyen 10 éves körül, és láttuk, hogy jól megy nekik, és arra gondoltunk, hogy akkor csináljunk egy családi formációt, aminek az az előnye, hogy mindig mindenki ott van, ráér, nem kell egyeztetni, hogy gyere próbára, mert ott vagyunk egy helyen, és szerencsés ez a felállás így. Tudják, az végül is akkor a nap 24 órájában együtt a család, ez nem okoz nehézséget? Vagy esetleg ilyen családi konfliktusokat, generációs problémákat? Nem, elmondhatom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert mi nagyon jól tudunk együtt dolgozni is, a hétköznapokban is nagyon jól működünk, mint család, és ezt tudjuk felvinni a színpadra, ami számunkra csak előnyt jelent. A közönség számára is előny, mert megérzik azt a harmóniát, amiben mi mozgunk. Nekünk elég egy szemvillanás, egymásra nézünk, mert tudjuk, hogy mit szeretne a másik, tehát nem kell külön próbálni, hanem bár azt is fontos, hogy sokat próbálunk, úgyhogy ez számunkra csak előnnyel jár. Itt most láttuk, hogy a legkisebb lányzó Vanda is megmutatta a tehetségét, és itt a végén egy picit úgy óckodott, ő annyira nem szereti még ezt a reflektorfényt. Hát neki még meg kell szokni, természetesen ő még 8 éves, most első osztályos volt, tehát ő neki még bele kell jönni, meg kell szokni, de egyébként visszük mindenhova, tehát őnála ugyanez a folyamat lesz, hogy úgyis ott van velünk, úgyis együtt utazunk, látja a fellépéseket, otthon mindig megtanulja a nagyobbaktól a táncokat, a dallamokat, tehát tudja igazából. Már csak az kell, hogy megszokja a szereplést, de egész jól mindenki. A Karaván Família a cigány népzene tradicionális és modern formáinak felhasználásával, a hagyományos és a mai gondolkodás harmóniájával, a zenei igényesség jegyében vonultatja fel kedvenc műfajait és a cigány folklor legszebb dalait.
Valójában nagyon sok színű a Caravan Familia együttes repertoárja. A kiinduló pontunk az mindig a hagyományos cigány népdalok világa, illetve a cigány vokális hagyományok, de nem csak Magyarországról, hanem Európa szerte mindenhonnan játszunk cigány népdalokat. Igyekszünk megmutatni ennek a kultúrának a sokszínűségét, amit talán még nem is ismernek annyira az emberek, ezeket a dallamokat. És ezt időnként megfűszerezzük a saját ízlésünk szerint, tehát olyan zenei hatásokkal, amiket mi szeretünk, néha egy kis latin zenei hatás, néha egy kis blues felbukkan a repertoárban, de azért az alapja az mindig a cigány népzene. Ugye itt Bükön már elég sok mindenkit ismertek, titeket is ismernek. Milyen ide visszajárni? Nekünk nagyon kedves hely Bükk, mert most már elmondhatjuk, hogy évek óta rendszeresen szinte hazajárunk ide. Elsőnek a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonya figyelt fel ránk és hívott meg bennünket, és azóta rendszeresen teszi ezt kulturális rendezvényekre, roma holokauszt megemlékezésekre, és most ehhez a sorhoz csatlakozott a Tamás, a Művelődési Ház igazgatója, a fesztivál szervezője, aki szintén volt olyan kedves, és meghívta az együttesünket, úgyhogy itt mindig jól érezzük magunkat, mert nagyon jó hangulat, jó a közönség, jó, szép a környezet, úgyhogy semmit nem tudok mást elmondani, mint hogy mindig örömmel jövünk ide. A következő fellépő a Fonó zenekar volt. Tagjai Magyarország különféle régióiból, Szlovákia és Ukrajna magyar rata területeiről származó muzsikusok, akik a népzene előadását, oktatását és kutatását hivatásszerűen művelik. Zenéjük fő profilját a magyarság, valamint a Kárpát-medence egyéb népeinek hangszeres és vokális zenei hagyománya, illetve a hiteles tolmácsolásra törekvő feldolgozások alkotják. A Fonó zenekar fennállásának 20 esztendeje alatt bejárta a világot. Jártunk Mexikótól, Ausztráliáig, én nem tudom, Finnországtól, Dél-Afrikáig, nagyon sok helyen, de talán fontosabb volt az, hogy olyanokkal szerepeltünk. Tehát ott tényleg most Európának a jaj, de nagyon presztízses koncerttermei, jaj, azoknál sokkal fontosabb volt, hogy ezt a zenét, amit mi a színpadon muzsikálunk, ezt kézből kézbe kapott örökségként tudjuk továbbadni, hiszen olyanokkal volt szerencsénk találkozni és olyanoktól tanulni, sőt, sok esetben közös táborokat szervezni és közös fellépéseket lebonyolítani, akik ennek a kultúrának a letéteményesei, tehát a hagyományőrző mestereitől a magyar népzenének. Én azt gondolom, hogy ez ennek a 20 évnek az egyik legfontosabb hozadéka, hogy folyamatosan kapcsolatot tartottunk és tartunk mai napig ezekkel a hagyományőrző mesterekkel, és azt gondoljuk, hogy a hitelesség felé rajtuk keresztül vezet az út. 2006-ban a zenekar megkapta a Magyar Rádió és Televízió által alapított Emerton díjat, 2007 áprilisában pedig Kodály emlékdíjat vehetett át. Az együttes muzsikusai gyűjtéssel is foglalkoznak, és az eközben szerzett tapasztalatokat is hasznosítják zenei arculatuk kialakításában. Én népzenekutatóként is tevékenykedek, és természetesen többen közülünk tanítanak, vagy a Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem népzenetanszékén óraadó vagy főállású tanárként, vagy mint én például a Debrecen Egyetem docenseként, Debrecenben a Néprajz tanszéken, vagy a Hajdúböszörményi Pedagógiai Karon is tanítjuk ezeket ezeket az értékeket. Inkább így fogalmaznék, mert a hagyományt megtanítani nem lehet, abba belenőni lehet. A hagyományban kialakult értékeket lehet tanítani. Azok elsajátítását nagyon, nagyon szépen és hitelesen el lehet érni a hallgatóságnál. Fiatalok mennyire fogékonyak, tehát a mostani fiatal nemzedék a népzene iránt?
Én azt gondolom, hogy mindenki, akinek van szerencséje találkozni vele, azt megragadja. Már nem úgy találkozni vele, hogy hallok valamit a rádióban, és gyorsan eltekerek, nem. Hanem úgy találkozni, hogy tevőleges, személyes kapcsolatba lép ezzel a kultúrával, tehát aki megmártózik. Nem láttam még, nem találkoztam még olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy voltam egy táncházba, és az milyen rossz volt. Tehát, hogy aki már egyszer egy táncházba bejött, szerintem azt magával ragadja az az élmény. Az es másik két fellépőjével, a cimbali benddel és a kerekes benddel készült riportunkat jövő heti adásunkban láthatják. Július 8-án Bükön 12 arató banda sorakozott fel a búzatáblák előtt a város legnagyobb múltú rendezvényén, az arató ünnepen. Hintós felvonulással, folklór műsorral és aratóbállal tették színessé a szervezők a napot. A Dunántúlon egyedülálló módon immár 27. alkalommal elevenítették fel a kézikaszás aratást. A Dunántúlon mára csak Bükk maradt, aki ezt a hagyományt élővé teszi. A köszöntők után kedves gesztusként és néhány méltató gondolat kísérletében oklevelet és gót adott át az arató bandák képviselőinek, dr. Németh Sándor polgármester, Boros László Attila fürdőigazgató és Tóth Tamás fesztiváligazgató. Ezt követően a fürdőfalkolóban felsorakoztak az arató bandák és a kemping melletti búzamezőre vonultak, amit a korábbi évekhez hasonlóan Patyi Sándor képviselő aranykoszorús gazda bocsátott az aratók rendelkezésére. A táblák közt a kézi kaszás férfiak és a maragszerű asszonyok megmutatták, hogy a múlt század közepéig hogyan történt az aratás, a kéveszedés. A gyógyfürdő igazgatója első kaszásként beállt a büki aratóbandába. Rossz szenzációs érzés volt, nagyon jó volt a csapat. Magdénini szedte a markot utánam, nagyon jó volt a azt gondolom jó volt a termés is az idén, és remek volt a csapat, óriási a hangulat. Azt gondolom egy ilyen arató ünnepen itt kell lenni, és nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetek egyáltalán. Szokott-e kaszálni ez, vagy ez volt az első próbálkozás itt? Hát ahol én fölnőttem, ott kombányra szoktunk aratni mostanában, és tudom, hogy itt is. De szoktam kaszálni, de nem búzát, hanem lucernát. Azt teljesen másképp kell, meg másképp viselkedik a kasza alatt is. De hát azért némi rutint lehet abban is szerezni. Baleset nem történt végül is, le lett aratva, ami kellett. Jövőre is csapattaként köszönhetjük itt? Hát remélem igen, akkor majd külön még tartunk edzést is előtte. Szeretném megérni. Igen, tartunk fölkészülési foglalkozásokat, rendesen rákészülünk a dologra, mert most így hirtelen belecsöppentünk, mint a kismacska a tejbe. Igen. De jövőre rendesen fölkészülünk, és egyértelműen meg fogjuk nyerni az egész versenyt. A büki csapatot erősítette Kajtár Máté is, aki a legfiatalabb tagja az arató bandának. Meglepődtem, megmondom őszintén, azért, mert én nem voltam benne ebben, igaz? Igen. És akkor kirendezett téged? Farkasgyula bácsi. Farkasgyula bácsi. Na, Gyuszi. Na. A többiektől hallottam, hogy ott már nem nagyon kell tanítani sem. Mi igaz ebből? Nem kell tanítani. Egy kicsi kis hozzáállás is megy. Miért hogy hívják a milyen vezetőt? Fürdőigazgató. No, hát ő se tanulta. Talán most kaszált másodszor. Egyszer lucernát kaszált, egyszer most meg az. Nem kell. De úgy tudok. Őnek is, és ment neki. Ugye Máté már nem először van a csapatban, most már a harmadik éve. Harmadik éve, és ügyes. Aranyos. Nem engedjük el, legalábbis még én itt leszek. Ugye kisfiam? Így van. Na. Levélkösség idén először vett részt a büki arató ünnepen. A megyei elnökünktől hallottuk, mert a megyei országos nyugdíjszövetséghez is tartozunk, és így a megyeihez is nyilvános, és így 5 csapat vehet részt Győr-Sopron megyéből, és így az egyik mi vagyunk, mi levélről érkeztünk. Többiek is akkor együtt jöttek önökkel, vagy ez hogyan? Úgy zajlik, hogy minden községből, úgy tudom, hogy Petőházáról, Vitnyédről, Levélről, másik kettőt úgy nem tudom, de azt tudom, hogy Győr-Sopron megyéből 5 csapat jött ide. Most vagyunk itt először,
nagyon jól érezzük magunkat, remélem, hogy jövőre is itt lehetünk. Mi nekünk is van levélen egy arató ünnepségünk, igaz, hogy 5. éve rendezzük meg, de mindig ilyen szép táblával szoktunk mi kivonulni, és ilyen szép népviseletbe. Van egy kertészünk, akinek mindig nagyon-nagyon jó ötlete van, Vargárné Héricska Zsuzsának hívják. Ő készítette el számunkra ezt a meglepetést, hogy ide elhozzuk, hogy hát ezzel mutassuk meg levélközséget. Akkor esetleg várható az, hogy a bükiek elmennek az önök arató ünnepére? Semmi sem lehetetlen, ha barátság alakul ki köztük, akkor természetesen szívesen fogjuk őket látni. Ez még a jövő zenéje, mivel hogy ismerkedünk. Úgyhogy majd meglássuk, de szeretném remélni azt, hogy akkor jövőre ők is eljönnének levélre a mi arató ünnepségünkre. A Kisfaludi csapat is idén először aratott bükön. A Kisfaludról jöttünk Győr-Moson Sopron megyéből, ez közelebben Kapuvárhoz van 9 kilométer, amit jobban ismernek, és ez a nyugdíjas klubnak, a Kisfaludi nyugdíjas klubnak a csapata, az aratókból verbuválódott csapat. Van benne igazi régi kasszás, régi marokszedő, meg vannak olyanok, akik csak csapódtak a társasághoz. Otthon is szoktak aratni, vagy ez az első ilyen arató? Az első arató volt, amikor így részt vettünk mondjuk vendégségbe, de otthon is csináltuk már, és tervezzük, hogy otthon is csinálunk belőle hagyományt. Akkor esetleg bükköt is vendégül lehetnek, hogyha úgy hozzás? Hát, olyan nagyszabású lesz, akkor igen, de úgy gondoltuk, hogy először ezt még csak falu szinten fogjuk megcsinálni, aztán meglátjuk, hogy válik be. Az lesz a puding próbája, az evés, az első jövőre úgy tervezzük. És gyakoroltak erre a mai arató fesztiválra? Hát igazából egyszer kimentünk, azért a csapat mégis tudja, hogy mit kell csinálni, hogy kell a kaszást a kepénbe vele tenni a végén, ami a lényege, már régen a marokszedőt tették a kepébe, most mi a kaszást tettük a kepébe. Kézről kézre járt az arató pálinkás bugykos, némi hazai bor, pogácsa. Dalok csendültek a marokszedő lánykák szájáról, amíg fogyott a búzamezdő és nőttek a keresztek. Az aratás követően lépett fel a pendelyes tánc együttes, akiket az Apostol együttes műsora követett a rendezvény színpadon. Belül készült riportunkat jövő heti közleti magazinunkban láthatják. Július 11-én egy szakmai zsűri választotta meg Bükkváros borát. Emellett a társadalmi zsűri a fesztivál borát díjazta, és a borbarát hölgyek is választottak maguknak kedvencet. A hivatalos eredményhirdetése július 19-én a Gyógybornapok ünnepélyes megnyitóján kerül majd sor. Idén 11 pincészet, 13 fehérborral, 5 rozéval és 6 vörösborral indult a versenyen, ahol eldöntik, ki nyerheti el a város, a fesztivál és a borbarát hölgyek borát. Ezen kívül több feltételnek kellett megfelelnie. Elsődleges feltétel az volt, hogy kiállító legyen a borászat, tehát a gyógybornapokon részt kell venni neki, mint kiállítónak. A második feltétel az volt, hogy 1500 forint plusz áfa az a maximált ár, amért azt a bort, amit ő benevezett, azt kell, hogy átadja Bükkvárosának. A harmadik az, hogy 850 palackkal rendelkezésre kell állni, de gondolom ez egy kellemes kiírás, tehát 850 palackkal fog megvásárolni Bükkvárosa abból a borból, amit Bükkvárosa Bükkváros címkével fog ellátni, és gyakorlatilag egy évig ezt a bort fogják promócióként adni Bükkvárosa önkormányzata, vagy éppen bárki, mondjuk a TTA szervezetek, vagy egyesületek, hogyha akarják, akár a szállodák természetesen ugye ezzel a címkével fogják értékesíteni. Úgyhogy ezek a leglényegesebb szempontok. Ennek van egy marketing értéke. Tehát az, hogy Bükkváros boraként indul egy pincészet, azt ő dönti el, hogy azt a bort, azt 1500 forint plusz áfáért odaadja, átengedi Bükkvárosának. Lehet, hogy ez egy értékesebb bor, de a marketing értéke miatt lehet, hogy a pincészetnek ez megéri. És hogy a szerencséje van a pincészetnek, ugye volt már példa korábbi időszakban, illetve korábbi Bükkváros bora választásánál is, akkor természetesen a marketing oldalon ez a pincészetnek megtérülhet. A Városbora címért csak fehér és vörösbor versenyezhetett. A borértők azok tudják, hogy a rozébor az mindig a következő évbora. Tehát ugye jelen esetben egy 2016-os rozé, az 2017
új boráig igazából ki kell fusson. Onnantól kezdve már ugye általában egy éves rozé az már nem igazán potenciális, tehát nincs a élvezet értéknek a maximumán, tehát gyakorlatilag általában rozét egy évig fogyasztjuk. Na most ugye ez a borválasztás ez jövő évi gyógybornapokig szól, tehát a jövő nyárig, tehát értelemszerűen egy rozé már a jövő évre nem lehet bükváros borra, ezért ebben a kategóriában egy rozét kizárt a kiíró, tehát rozéval nem lehetett nevezni bükváros borra kategóriába. A szakmai zsűri elnöke elmondta, előre egyeztetett szempontok alapján vizsgálták a borokat. Összességében a szakmai zsűri elé tulajdonképpen fehér és vörös borok kerültek ki a kiírás értelmében. Túlnyomó rész voltak ugye a fehér borok, 13, ha sejtem jól emlékszem, 13 fehér bor volt, és ugye a vörös boroknak az aránya az nyilván kisebb volt. Volt fehér borban egy kicsit nagy szórás, vörösborban kiegyenlítve szép mezőn volt, és én úgy gondolom, hogy az érett vörösborok nagyon jól mutattak a pohárba. Volt egy-két szép ásványos tétel fehérborban, kíváncsian vártuk, meg várjuk a végeredményt egyébként, és én úgy gondolom, hogy volt négy, tehát volt egy pár olyan tétel, ami is most kicsit nyers volt, kicsit fiatal volt, ha később küldik ide, biztos, hogy sokkal szebb eredményt ér el, de úgy gondolom, hogy az eredmény, amit leraktunk ma az asztalra, az egy méltóképpen helytálló bükváros. Ugye itt többen szóba hozták, hogy kicsit melegek a borok, ugye nincsen olyan hőmérséklet, hogy annyira lehetett volna hűteni. Ez mennyire befolyásolja a kóstolásnál az ajánlatot? Hát ugye alapvetően befolyásolja, és hogyha most azt mondom, azt a szót használom, hogy egy borversenynél ne legyen kérdés a hőmérséklet. Nagyon jó a kérdés egyébként, és nem vártam ezt a kérdést, viszont én most egy őszinte kérdés, egy őszinte választ fogok adni. Nagyon fontos a hőmérséklet mérni. Nyilván nagyon meleg van kint, mindig azt szoktam mondani, hogy legyen inkább hidegebb a bor, nyilván melegben hamar fel fog melegedni, viszont volt néhány olyan tétel az elején, aminél nem a hőmérséklet volt a kérdés, mert a szakmai lapokon nézve egy hideg bor elfedi a hibákat, egy meleg bor előhozza a hibákat. És az a bor, ami melegen is értékelhető, az a bor az valamilyen szinten jó helyen jár. Az élvezeti értékét tekintve nem biztos, hogy helytállunk, hogy meleg bort fogyasztunk, de hibás bor, az hamar ki fog derülni, hogy hibás. És azért örülök a kérdésnek, mert volt egy olyan snitt, amikor éles kontraszt volt kettő bor között, és a rendezőknek a rugalmasságának köszönhetően ezt orvosolni tudtuk ezt a hibát, mert visszakértük azokat a tételeket az első, azt hiszem talán 6 tételből, ami olyan kétséges volt, hogy most a hőmérséklet mit tud tenni a pohárban. Visszahozták, visszakóstoltuk, és hoztunk egy másik ítéletet, ami egyébként úgy nézett ki, hogy semmilyen szinten nem befolyásolta az adott pontokat. Úgyhogy igazából nagyon nagy jelentőség van a hőmérsékletnek, fogyasztási szempontból mindenféleképpen, mert mi is, hogyha ki szeretnénk ülni teraszra egy jó hideg földcsel, vagy egy jó hideg borral, azt csak hideg borral tudjuk megtenni. Melegfehér bort nem hiszem, hogy valaki napközben el fog tudni kortyolgatni. Szakmai szempontból, amiket elmondtam, viszont az mindenféleképpen helytálló, de a rendezőknek a rugalmasságát mutatja, hogy felül uralkodtak a hullámokon tulajdonképpen. A társadalmi zsűri más szempontok alapján választotta ki a fesztivál borát. Igyekeztünk egy populárisabb bort választani, ami egy szélesebb közönségnek is tetszett, ami egy szép komplex bor, egy új vás, amikor még egy pohárral szívesen elfogyasztanánk. Én azt gondolom, hogy egy fesztivál bor mindenképpen egy könnyedebb stílusú, jó ivású bor, és így a fehér és a rozé borok felé jobban kacsingatunk, én azt gondolom. Mennyire volt egyértelmű a döntés? Azt mondhatom, hogy egyértelmű volt. Mióta foglalkozol te borokkal, borászokkal? Ó, ez most már érdekes kimondani, hogy 10 éve. És a saját pincészettel vagy hobbi szinten? Nem, én hát borászként végeztem, illetve borvirágói és bor értékesítői végzettségem is van. Szomeliéként dolgoztam egy ideig, aztán rendezvényvonalon, úgyhogy sokféleképpen megközelítettem már így a boros életet. Egy hölgy hogyan kerül itt kapcsolatba a borokkal? De ezt inkább általában a férfiak szokták művelni. Én azt mondhatom, hogy ez egyre női esett szakma, nagyon sok jó női borász van, nagyon sok jó női szomelié van, ugyanis a nők jobban kóstolnak. Én úgy tudom, hogy ez így tudományosan is alátámasztott tény, hogy sokkal jobbak az üzlelő bírói a hölgyeknek. Úgyhogy
Viszont nekem ez egy szerelem volt, tehát ez így jött, és így vitt mindent, és én a bölcsészkart hagytam ott a természettudományi karrier, és így lettem borász, úgyhogy nekem ez ilyen elég éles váltás volt. A borbarát hölgyek könnyen megegyeztek az általuk legfinomabbnak ítélt borról. Ugye én most az eredményeket gépeltem, és tehát nagyon sokáig fehér bor vezetett, de aztán a vöröseknél átvette a vezetést, és ami azt gondolom, hogy jellemző erre a vidékre, ugye, hogy minden hölgy egyesületnél azért a vörösborok egy kicsit jobban előtérbe kerülnek, mert mégis ez a vidékünkre jellemző borfajta, akármelyiket említjük, egy kicsit mindig előtérbe van, de nagyon-nagyon sokáig fehér bor vezetett, és úgy lett meg a... Nem fogok elárulni titkot előre, de a szakmai zsűri és a borbarát hölgyek zsűrije egész szépen együtt mozgott, tehát ugye ezt a pontokból láttam, és ami a szakmai zsűrinél első helyzet lett, az Holt versenyben második helyzet lett a hölgyeknél is. Akkor ugye azért már a szakmaiság összefonódik, hogy azért a borbarát hölgyek is valamit könnyítanak a borokhoz, nem csak a szakmai zsűri, ugye? Így van, tehát én most csak a magunk nevében, tehát a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete nevében tudok nyilatkozni, de nálunk azért tényleg törekszünk arra, hogy a szakmaiság minél előbb térfélt hódítson, tehát mi is bírálunk rendszeresen, tehát főleg az áprilisi hónap az, ami ugye a borversenyek hónapja, és azért elmondhatom, hogy én nagyon büszke vagyok az én egyesületemre, mert tehát a Vasmegye és a Nemzetközi Borverseny is, ami ugye nálunk van Kőszegen, ott a hölgyeknek, amit beneveznek a boros gazdák, tehát elég szépen ugyanúgy mozognak, mint a szakmai zsűri általában, úgyhogy nagyon-nagyon minimális eltérés van pontokban, úgyhogy én büszke vagyok rájuk, mert fejlődünk. Itt már az előbb kérdeztem a társadalmi zsűrinek a szószólóját, ő is egy hölgy, hogy egy hölgynek hogyan jön a bor az életébe? Nálunk ugye ez úgy kezdődött, hogy a hölgyek megirigyelték a férfiaktól, hogy ők összejárnak, és ezért tehát a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete úgy alakult meg, hogy tehát ne csak a férfiak jöjjenek össze, hanem a hölgyek is, de nálunk ez inkább a prezentációs feladat, tehát mi a szakmaiságot tanuljuk mindig, de nálunk az első az, hogy a fiúkat képviseljük megfelelő szinten és módon. Azt, hogy melyik bor milyen címet nyerte, az Magyar Gyógybornapok ünnepélyes megnyitóján derül ki, július 19-én. Július 9-én vasárnap rendezték meg a Büki Horgásztavon a 10. Répce Kupa horgászversenyt, ami egybeesett az Egyesület 15. születésnapjával. A legjobb fogás összsúlya majdnem 20 kiló volt. A 2000-es évek elején alakult a Büki Horgász Egyesület. A Büki Egyesület tagjai korábban a Csepregi Répcementi Horgász Egyesületnek voltak a tagjai. És a 2001 és 2002-ben a képviselőtestület úgy döntött, hogy itt a focipálya mögött lévő tavat ki kell tisztítani, mert tele volt háztartási szeméttel, hulladékkal, legyen egy normális olyan környezete a focipálya környékének, amit esetleg más célra is lehet hasznosítani. Úgy döntöttünk közösen, hogy volt szerencsénk akkor egy olyan munkagépet megszerezni, ilyen dobókanalas a Kis Balatonnál dolgozott is, itt az egyik árkot tisztította, Dániel Tibi közreműködésével ide került az illető, és jó 2-3 hét alatt annyira kitisztította a tavat, hogy rájöttünk arra, hogy itt hoppá, hát ebből lehet csinálni egy helyes kis horgásztavat. A kavicsot is tudtuk értékesíteni, és később a visszamaradó terület pedig újra hasznosítható lesz, és így is történt. Lényegében 2003-ban adta át az önkormányzat ezt a tavat, úgyhogy tereprendezéssel, a környezetének a rendezésével elindult egy folyamat. A Horgász Egyesület, mint említettem, a Csepregi Egyesületből kiválva, körülbelül 70-en, 75-en úgy döntöttünk, hogy alakítunk egy Büki Horgász Egyesületet. És ezek közül, az emberek közül most 32-nek
adtuk volna át az oklevelet, akik közül sajnos nem jött el mindenki, de nekik most így láthatlanban is gratulálok, mert ők hozták létre ezt az egyesületet. 15 év egy ember élet szempontjából nem nagy idő, de a Horgász Egyesület szempontjából azért mégiscsak számottevő. És ez az egyesület minden éven fejlesztett, valamit mindig kitalált. A tor körül padokat helyeztek ki, fásítottak, így egy nyugalmas környezet várja a pecásokat, kirándulókat. A holttelepítést a Földművelési Minisztérium határozza meg. Ebben a tóban elsősorban három nyaras, ugye három évesnek, három nyarasnak mondjuk a három éves pontyokat, de ezen kívül amur telepítés is történt, keszek telepítés és kárász. De ezen kívül ugye a hallgazdálkodási tervünk szerint minden éven az FM hivatal meghatározza, hogy milyen és mekkora mennyiségű halakat, például csukát, vagy olyan kis méretű halakat, mint például a süllő, milyen mennyiségben, nagyon drága, hozzáteszem a süllő telepítés is, meg a csuka telepítés is, az igaz, hogy ilyen 15-20 centis, de annak is komoly ára van. Minden éven háromszor telepítünk halat, márciusba, júniusba és szeptemberbe. De a horgászainknak még ez sem elég. Ezen az egy hektáros vízszerületen hát nem tudunk annyi halat telepíteni, hogy itt mindenki akkor fogja halat, amikor akar. Hát bizony jó horgásznak kell lenni, hogy a maga mennyiségét mondjuk hetente meg tudja fogni. Ezeket haza is vihetik, vagy mind itt a versenyen ugye visszaengedték a halat? Itt a versenyen vissza kellett engedni, de meg van határozva a Horgász Egyesületünk alapszabályi szerint, meg van határozva, hogy hetente hány darabot lehet fogni, és naponta hány darabot. Gyerekeknek is meg van határozva, meg a felnőtteknek is. Általában betartják a szabályokat. Az elnök elmondása szerint ez a jubileum arra is jó, hogy megerősítse az egyesületet, és jó kapcsolatot építsen ki a csepregi és népszaki horgászokkal. Idén ezeknek a csapatoknak részvételével rendezték meg a 10. Répcekupát is a Büki tavon. Minden harmadik évben kerül ránk a sor, most kellett ezt megrendeznünk, hát pontosan most erre az időre esett a 15. jubileum évforduló. Ezt akartam kérdezni, hogy ma egy jubileum volt. Igaz, hogy az egyénibe a csepregiek nem szerepeltek, bala. De viszont ugye a vándorserleg az bökön marad. Mi is ez a vándorserleg? A vándorserleget azt a csapatot illeti, aki háromszor csapatversenyben első helyezést ér el ezen a versenyen. Most történt meg, hogy harmadszor lett Bükk csapatversenyben első. És ezért a vándorserleg most itt fog maradni. A versenyben az első helyezett Varga Bálint lett, majdnem 20 kilós fogásával. Szerdán kezdődik a 12. Gyógybornapok és Büki Gasztrofesztivál. A részletes program a Büki újságban is olvasható, vagy megtalálható a Büki Bükkfürdői Turinfo irodákban, vagy a www.bükemsk.hu oldalon. A Trio TV a nagyszínpadok műsorait közvetíti egy óriási letfalra. Tartsanak velünk ott is! Kedves nézőink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen is. Viszontlátásra!